hogy 8-asan, 7-asan kiért utá ugye magunknak így biztonsági az ajtókra. Igazából nem azt jelenti, hogy ez a 8-as kazán, ez a 7-es, hanem csak ez az ajtóknak a... Igen. Ha így megyünk 8, 7, 6, 5, aztán igen, arra megy vissza. Így fogja beengedni benneteket, hogy te fritted is körülni. Jó, menjünk arra. Menjünk arra, nézzük meg a... Hú, ez se piti. Nézzük meg a kazánokat. Ha már kazánhez vagyunk. No, az egy másik évvel. Egy kazánház. Fel. Gyanítom, hogy a gyenge fényminőség, vagy fény erősség miatt nem lesz valami hely, de hiper jó a minőség, de remélem látható. Lámpa van nálam, 4 darab. Úgyhogy szerintem el is fogok venni 4 lámpácskát, hogy esetleg olyan rész lesz, akkor tudjak rákítani. Just you with it. Nézzétek itt egy másik kazán. Durva méretei vannak, azt kell, hogy mondjam, durva. Oda nézzetek, durva. Hiszen nem tudtam, mi ez, aztán láttam, hogy vesett a hó. Aztán egy durva méretek vannak itt. Hát egy Resident Evil filmnek jó lenne, vagy esetleg a Walking Deadbe egy
epizódot le lehetne itt forgatni. Nagyon magas a por itt a földön. Nem tudom, mennyire látszik a felvételen. Sorba a kazánok egymás mellett. Kicsit felmutatok. El sem tudom képzelni, hogy hogy működhettek ezek. Mondom, fölülről töltötték, mert vannak itt még szintek felfele. És ott vannak ilyen garatok. Hát remélem látszik kicsit fel, de a felvétel. De ott vannak ilyen garatok fent. És gondolom, hogy ott volt az etetés. Hát ilyen tekerentyű. Gőzöm nincs, hogy mit állított. És ilyen tök egyformák ezek a cuccok. Üzemen kívül. Hát igen, ez már nem működik. Annyira vastag a por, hogy ezt nézzétek. Nem kis óra. És kiakadt hármason. Itt is van egy. Itt is van egy. Nem van hajóval, de miért hajóval te olyan? Itt bondási terület van. Ott egy nagy óra, nézd csak. Rá fogok kuszálni, ha tudnék, de azt ott levontottak egyet már? Ezt mondották, ezt a kazánokat. Aha. Érdekes. Betekült a film hollandójátok. Kicsit húzaszkatyúvajok. Vigyázzunk. Mennyi a hűtővíz. Gondoltam, hogy itt is. És akkor itt egyet elbontottak már. Ott vannak ezek a garatok. Most látszik úgy rendesen, amit az előbb mondtam. Itt már kicsit nagyobb a fény. Igen. Hát ez itt lelett. Már óvatos van szerintem. Igen. Elbontották ezt a részt. Innen is meg lehet nézni. Itt volt valószínűleg egy ugyanilyen, sőt biztos. És ezeket szépen szerelik szét. Nézzétek, milyen magas. Föntről meg akarnátok nézni? Csinálni egy képet? Jó lenne. Igen. Attilát kizavartam kémény nézőbe.
Mert aztán rájöttem, hogy innen azért az egyszerű feladat lett volna, bár nem látná a tetejét. No, hát azt hiszem, hogy izgalmas kis túra ez, kérem szépen, mert ilyet még nem láttunk élőben. Ez ismét elmondom, aki most kapcsolódott, de hogy Lisza Palkonya, erőmű. Tehát már 6. éve áll ez az erőmű. Biztos mondtam már, de tényleg aki most tekert bele, vagy belehallgat, vagy most kapcsolódik bele, az legyen vele tisztában. 6. éve áll. Szerelgetik lassan széjjel. Tehát monumentális gépek és kazánok, turbinák van találhatók itt még, és a terület teljes mértékben őrzött, úgyhogy itt minden megvan még. No. Jönnek a fiúk is. Nem semmi. Igyekszem fotókkal is illusztrálni a dolgokat, Attila bőszen dolgozik, úgyhogy nézegessétek őket. Kéminek, hogy szállátok onnan majd szépen. Jó, nézzük, hogy persze. Teljesen. Egy kicsit minekes lesz. Jaj.